Tisztelettel és szeretettel köszöntelek mindjájatokat, mint kakukk tojás. Orbán Orsolya vagyok, azaz Orsi vagy Orsolya. Én is belgyógyász vagyok, Zsóka régi barátnője, zárójelbe 1972. Aki sokat mesélt erről a csodálatos társaságról, a lelkes vezetőkről, kedves társakról, értékes művekről, hangulatos, vidám együttlétekről, és most elcsalt engem is. Először is szeretném hálásan megköszönni, hogy itt lehetek, mivel sem író, sem költő nem vagyok, csak Petőfi Sándor rokona. Anyai nagymamám Rúz Anna, a kerepesi korcsmárosnak, Rúz Ádámnak a lánya volt. Rúz Ádám édesapja, az idősebb Rúz Ádám, mondhatni ükapám, pedig a költő édesanyjának, Rúz Máriának a testvére. A költő gyerekkorát Kishunfélegyházán töltötte. 1919-ben a Petőfi Rokonok országos találkozóján vehettem részt Kishunfélegyházán. Fő céljuk volt, hogy a leszármazottak találkozzanak egymással, és megismerhessék a lánglelkű költő gyermekéveinek városát. Ezen az ünnepségen több előadás hangzott el Petőfi Sándor emlékéről Kishunfélegyházán. Petőfi oldalági rokonai, közös őseink emléke címmel, mely után több megzenésített Petőfi vers hangzott el, többek között a szülőföldemen. Majd a hattyúháznál leleplezték a Petőfi szülők emléktábláját. Jelenleg itt kapott helyet a városi Petőfi könyvtár. Délután a Petőfi emlékházon lévő emléktábla és a Petőfi szobor koszorúzása történt, majd kötetlen beszélgetés a rokonok között zárta a programot. Itt terült ki, hogy a gimnáziumi földrajz tanárom Petrovics rokon. Részt vett amerikai rokon Adél néni is ezen a találkozón. A legfiatalabb rokon, Petőfi rokon, japán, 15 éves. 2023-ban Kishunfélegyházán diák találkozó volt. Petőfi Sándor bátor és sokszínű tehetség a mai fiatalok szemében. Színvonalas előadásaikban fogalmazták meg, mit is jelent számukra Petőfi Sándor költészete és történelmi szerepe. A világhírű költő verseinek mondani valója napjainkban is aktuális az ifjúság számára. Most is szükség van olyan vezéregyéniségekre, mint amilyen Petőfi volt. Ne féljetek álmodni, és legyetek olyan bátrak, mint ő. Merjetek sokszínűek lenni, bátran bontakoztassátok ki az egyéniségeteket és a tehetségteket az élet akár több területén is. A találkozón az is elhangzott, hogy ha ma élne Petőfi Sándor, akkor biztosan egy slammer vagy slam poetry műfajban alkotó modern költő lenne, aki meglepő és modern témákkal foglalkozna, az emberekhez az utca nyelvén szólna, repszerűen, csattanókkal és szókimondással. A költő születésének 200. évfordulóján, a Magyar Kultúra napján 2023-ban a kerepesi Szabó Magda Művelődési Ház színház termében tartottak nagyszabású rendezvényt, amelyen a helyi civil egyesületek, szervezetek, intézmények tagjai, valamint a kerepesi iskolások szolgáltattak műsort. A közel 2 órás rendezvényt az önkormányzat, a Népjóléti Bizottság és az Értéktár Bizottság szervezte. A rendezvényen tiszteletüket tehették a Petőfi vagy Rúz család városukhoz kötöző leszármazottai is.
Így lettem én meglepetés vendég, mert a nagynénémet várták, aki nem tudott eljönni. És helyette én mentem. A Magyar Kultúra napját Gyurica László polgármester nyitotta meg, az est háziasszonya Gilice Márta színművész volt, aki megemlékezett a himnusz születésének évfordulójáról is, amelyet Szabó Arnold színművész, a Kerepesi Székely hagyományőrzőkör tagja adott elő az esemény kezdetén. Majd a kerepesiek több megzenésített Petőfi verset énekeltek és szavaltak el az est folyamán. Kis koncertet adtak elő a Simándi József Általános Iskola kerepesi növendékei is. A jó hangulatú kávéház jellegű teltházas esten süteménnyel, teával, kávéval megvendégelték a nézőket és a fellépőket a művelődési házban. Évekkel ezelőtt volt lehetőségem Kolton járni, ahol Petőfi a mézes heteket töltötte a gróf Teleki vadgróf kastélyában. Ez idő alatt 28 verset írt, például a szeptember végén. Kerepesi Hrúz rokon nagybátyám, Balogh István, évekkel ezelőtt emléktáblát helyezett el a volt Petőfi kocsma, Hrúz Ádám, majd Hrúz Eleonóra, Lórika kocsmájának falára. Így nyert helyet évek óta március 15-e méltó megünneplése is. Állítólag itt sokszor megállt Sziszi királyné és Ferenc József is megpihenni. Valószínűleg itt járt Petőfi Sándor is, talán még verset is írt itt. Nagy munka árán sikerült nagybátyámnak elérni a Petőfi Alapítvány létrejöttét Kerepesen az elmúlt évben. Évek óta ismételten az élő Hrúz rokonok nagybátyám és Borzák Tibor író szervezésében tesszük kegyeletünket a kerepesi temetőbe. Itt nyugszik többek közt Hrúz Ádám kocsmáros, felesége Stutkovszki Eleonóra, és Ádám testvére volt Hrúz Dezső is. Jelenleg nagybátyám Balogh István feleségével, Évi nénivel élnek, aki Hrúz Ádám unokája, 90. évesen. Sajnos már Hrúz Eleonóra és Mária nagynéném, Hrúz Anna nagymamám és lánya az én édesanyám nincs közöttünk. Hrúz Mária lánya sem él már, ő volt a keresztanyám, Maróka néni, akit én keresztmamukának hívtam. Borzák Tibor, a Rokonom Petőfi című könyv írója készített riportot Marókával, mert szerint idézem, Maróka egy tünemény, élesen emlékszik a múltra, állandóan naplót ír, ennek töredékét örököltem, melyben naponta hálát ad a jó Istennek. A riporton bemelegítésül a Petőfi csárdáról beszél, ahol 3 napig tartott egy farsangi mulatság. Ha a nagypapa Ádám bácsi kezdte mesélni a Petőfi rokonságot, mi gyerekek visítva menekültünk a kertbe. Ezerszer hallottuk a történeteket, nem ismertük a jelentőségét. 5 éves volt keresztmamukám, mikor meghalt a nagyapa, Ádám bácsi. A riport alatt elénekelte a Petőfi csárdáról szóló nótát is. Van egy kocsma Kerepesen, Magyar Korona. Jó magyar, ha arra jársz, gyere be oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magyar árva, Petőfi emlékére gyere be oda. Bárcsak lett volna lehetőségem a rohanó világba, hogy a keresztanyám és nagymamám történeteit, meg édesanyámét feljegyezhessem, egy könyv születhetne belőle. Gyerekkorom boldog nyarait velük töltöttem, a keresztanyám új ruhát vart nekem, és ebben a szép ruhában kellett vasárnap a kerepesi templomban misére menni.
csintevéseimre egy kegyes kacsintással válaszolt és beleegyezett. Időhiányában többi kerepesi húzrokonról nem tudok beszámolni. Petőfi Sándor rövid életében 1000 verset írt, körülbelül 800-850 maradt fel. Versei több nyelvre is lefordították. Mi rokonok büszkék vagyunk rokonságukra. Első osztályos voltam, általános iskolai évzáron, megkérdezte a tanítónéni: gyerekek, ki tudja, ki volt Petőfi Sándor? Én büszkén jelentkeztem, majd kiestem a padból, és mondtam: a mi rokonunk. Mindenki elnevette magát, és a drága jó édesanyám húzott ki a csávából. Petőfi Sándor Jövendülés című versével szeretnék zárni, búcsúzni. Bocsánat, de nincs több hangom. Jövendülés. Mondd át, anyám, hogy álmainkat éjjente festi égi kéz, az álom ablak, melyen által lelkünk szeme jövőbe néz. Anyám, álmodtam én is egyet, nem fejtenéd meg, mit jelent? Szárnyim növének, s átröpültem a levegőt, a végtelent. Fiacskám, lelkem drága napja, napomnak fénye, örvendez. Hosszúra nyújtja élted Isten, álmodnak boldog, titka ez. És nőtt a gyermek, lángra lopant, meleg keblén az ifjúkor, s a dalmalasztos eny az ívnek, midőn hullámzó vére for. Lantot ragadt az ifjú karja, lantjának adta érzetét, s dalszárnyon a lángérzemények madárként szálltak szerteszét. Égig röpült a bűvös ének, lehozta a hír csillagát, és a költőnek sugarából font homlokára koronát. De méreg a dal édes méze, s mit a költő a lantnak ad, szívének mindenik virága, éltéből egy-egy drága nap. Pokollá lett az érzelemláng, és ő a lángban martalék, a földön őt az életfának, csak egy kis ága tartja még. Ott fekszik ő halálos ágyon, sok szenvedésnek gyermeke, s hallámit szülő búsajka, kínjának hangján rebege. Halál, ne vidd el őt karomból, ne vidd korán el a fiút, sokáig érte őt éltetni az ég, vagy álmunk is hazud? Anyám, az álmok nem hazudnak, takarjon bár a szemfödél, dicső neve költő fiadnak, anyám soká, örökkön él. Kecskeméten írta 1843. március 5-e előtt.